Olimpiai bajnok, és Balaton fenyősen szoktattuk erre rá, hogy az ászlót hordja ide, és ettől nem szeretnék eltenni most sem, kérnék szépen, tehát a barátai eset zászlóját, Kulcsár Gergely. Föl van nekem írva, hogy taps. Kitüntető számomra, hogy ezt kijelenthetem hajdani ötösdiákként, valamint a hosszú kényszerállomból felélesztett Ötvös Baráti Egyesület első választott elnökeként egyaránt. Büszke vagyok arra, hogy e minőségben számos évet tölthettem még az ötösdiák gimnázium falai között, vele szoros együttműködésben, és most is még odatartozónak érzem magam. Visszavonulásod igazgatóként előttem igen korainak tűnik. Szellemi alkotóerődnek teljében látlak téged mindmáig. Kívánom, hogy megfelelően széles és magas terep maradjon számodra az életben sok-sok éven át továbbra is, a kedved igényességed szerint kreatív munkára, jó erőben rági szeretettel ölel, professzor dr. Módos Emil, Ötvös Gimnázium Baráti Egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke, Szemövesz Egyetem baráti körének elnöke. Én meg kívánom azt, hogy eddig egészet alkottál, és még tegyél hozzá egy kicsit. Következő műsorszámban, ne alázzam a karcsit, következő műsorszámban, Horváth Andit kérném szépen, két számmal röviden beszélhetünk. Kicsi gyerebe, rózsát szedni, amíg el nem megy a nyelv, addig kell az éjjel elvégezni, még vél a határ. Kicsi, elfordítom a fejét,
Számított hírneves igazgatói közül Neyi Ferenc volt a példaképe, nem véletlenül. Neyi Ferenc igazgatói munkássága és szellemisége csodálatosan beragyogta ennek az iskolának. 105 ember márványtábla is hirdeti, bár amit mondok, valószínűleg sokan tudjátok is, aki korának kiváló ifjúsági írója és pedagógusa volt, iskolánknak a magyar nyelvű, kizárólag magyar tannyelvű iskolára válaszak óta első igazgatója volt egészen 1889-ig. Pontosan mondva 1861-től 1889-ig. Hogy milyen hírneves volt az iskola, én a Vadatúr Fenyvesi 5-ös táborban sokszor említem a diákoknak, akiknek persze sajnos erről is tudomásuk, két dolgot, ami Neyi Ferenc igazgatói munkásságához is köthet. Milyen 1861 után, rá 4 évre már az iskolának olyan hírneve volt, hogy Ferenc József, az osztrák-magyar monarchia császár, királya császára is látogatást tett iskolánkban, ezen a szent helyen. Tehát nem itt állott egy épület, ahol az akkori híres emberek jártak, és Ferenc József is egy nagy körte, hanem ebben az épületben, amely 1857-ben Hír József tervei. Nem akarok nagyon részletekbe menni, mert nagyon könnyű lenne, és ilyenkor ezen nagyon sok gondolatom támadunk, hogy visszatérve az alapgondolathoz, nem véletlenül Dobalászló igazgató úrnak Neyi Ferenc volt a példaképe, és sikerült is Neyi Ferenc munkásságát, szellemiségét iskola hagyományápolásán keresztül is többek között a mai modern korok elvárásainak és követelményeinkbe bele. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük még egyszer Dobalászló igazgató úrnak a Baráti Egyesületünk, az Öreg Diák Baráti Egyesület felvirágoztatását, jelenkori felvirágoztatásába végzett munkáját és támogatását, és hagy adjak át egy nagyon érdekes dolgot, amiből kedves igazgató úr, neked itt feladatod lesz, nevezetesen Mos Lacival a központi irattárban való kutakodásaink során találtunk egy erekét,
ami erre az alkalomra rendkívüli módon összevág. Én átadnám most ezt neked, kedves igazgató úr, ezt a bizonyos eredjét, és annyit előjáróba elmondok, hogy ez Neyi Ferenc nyugdíjba vonulása alkalmából ő maga írta, a nyugdíjba vonulásra kapcsolatos gondolatot papírra vetette, és ezt most én az igazgatónak átadnám, és föl kell, hogy olvassa a tisztelt publikummal. Neyi Ferenc vagyok ebben a pillanatban, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. És nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyunk. Úgy érzem magam, mint a saját temetésem. Ott mennek a nekrológok egymás után. Márvány táblát még nem látom a hátam mögött, de örülék vannak a feladatásra, nem ma kell máshol. Tehát Neyi Ferenc. Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége. Amikor elértem, felnéztem az égre. Hála az Istennek, most már megpihenek, nem parancsol senki, a magam ura leszek. Nem lesz nekem többé zsarnokom az óra, nem pislog félve a nagymutatóra. Nem fogom azt lesni, mikor ütés hányat, nem kell ott hagynom a jó meleg ágyat. Csak akkor kelek fel, mikor jól esik. Egész házam népe kívánságom lesik. Etetnek, itatnak, vakarják a ezt a boldog időt helyre régen vár. Éjjel, ha a cica elhaffintja magát, azt mondja az asszony, ehol van a kabát. Bocsáss ki, öregem, várd is meg, te nem félsz, úgysem sokat dolgod, meg aztán ráérsz. Hogyha a piacra vagy a boltba megyek, utolsó vásárló biztosan én leszek. Elfárad már a szám, oly sokszor kérek. Itt is azt mondják, hogy várják, én ráérek. Mindennek megvan a maga nehézsége. Hogyha majd meghalok, megpihenek végre. Csak hogy álmot láttam, ami megmutattam, mi is már ott állt a szegény nyugdíjasra. Most olvasom először ezt a szöveget. Nagyon rokon lélek vagyok Neyi Ferenc szerezet szerint. A mennykapu előtt ott vár egy nagy sereg, a fele bosszankodik, a fele kesereg. Kérdem, miért vár itt annyi szellem utas, feleli egy bakter, ez itt mind nyugdíjas. Van itt már kérem, aki 200 éve kótorog, idekint és vár a bemenésre. És ha némelyik a kapuit el is ér, Péter így mordul rá, kend nyugdíjas, ráér. Noha még egyszer én újra születek, majd tudni fogom én, mit évő legyek. Leszek taligás vagy örök vándorutas, akármi csak éppen ne legyek nyugdíjas. Hát ez Neyi Ferenc írta. A feleségem azt mondta nekem 20 évvel ezelőtt, hogy hát öregem, feleségül lett az ötös gimnáziumot, és úgy néz ki, hogy ez 20 évig kitartott. Köszönöm. Yeah.
Elizabeth Hughes helye. És következik filmművészet helyett költészet és líra. Egyik év jött a másik évre, és mindegyiknek megvolt a gondja, el se hinnénk, ha ma elmondja. De hol vannak a régi évek? Eltelt azóta már nem érdek, sokan kiléptek és beléptek, sokan köpönyeget cseréltek, de az elmúlt sok-sok év alatt az ötvös szív mindig megmaradt. És egyszer eljött egy ragyogó nap, mikor ennek a szép hajónak ő lett végül a kapitánya. Szerintem ezt még ma is bánja. De ez a sors, de ma a sors mégis úgy hozza, hogy érdemektől roskadozva, búcsút int az öreg falaknak, nos hát fiúk, ennek a napnak aranybetűket kell kapnia, mikor az ötvöse nagyfia őrhelyét végre odahagyva, a fejét pihenésre adja, s átváltozik nyugdíjas úrrá. Köszöntse háromszoros úrrá! Aki ennyire szívesen volt rabja valaminek, úgyhogy egy ilyen pólót szeretnénk átjutani először a Bult jegyében. Kedves barátaim, szívből örülök, hogy én vagyok a jövő. Nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatban, és drága Laci barátomnak, hogy ne keseredjen el a nyugdíjas éveiben, a Bebasz nevében örökbe fogadlak, és vállalom, hogy itt a plakátokon lévő kérelmeket, a kiemelt nyugdíj, infláció, pótló, bérek, egyebeket, a Bebasz átvállalja és az elkövetkezendő időben folyósítja számomra. Köszönjük szeretettel ezt a pólót, én a másik oldalát már meg sem mutatom a nagy érdeműnek, úgyhogy a Bebasz nevében köszönettel átadom. Külön köszönöm Moskacinak, és ha azt mondhatom, hogy nyugodtan megyek el nyugdíjba, mert meggyőződés van az ötvös gimnázium, amennyiben a fennható is úgy akarja, és bízom, hogy úgy akarja, nagyon jó kezekbe kerül, olyan ember kezébe, aki kötődik az ötvöshöz legalább úgy, mint én, és aki valószínű, hogy azt a szellemiséget, amit kialakult a 150 év alatt, folytatja a lendületével, újító szándékával, aktivitásával. Nagyon örülök, hogy most Laci fogja folytatni ezt utána. Köszönöm.